április 1-től a törvény erejénél fogva egy új szerkezeti struktúrában áll föl az országos, illetve a megyei katasztrófavédelmi főigazgatóság és igazgatóság is. Helyi szinteken pedig megalakultak a katasztrófavédelmi kirendeltségek. Január 1-től most töltöttük fel állományunkat, tehát április 1-től van meg minden egyes beosztásra az állomány, illetve átalakultak a hivatásos tűzoltók parancsnokságok, akik szervezetileg a katasztrófavédelmi kirendeltségek alárendeltségébe tartoznak. A polgári védelmi kirendeltségeink irodáink, amelyik 8 kirendeltségünk két irodánk a megyei honvédelmi körzetében működött, beintegrálódik a hivatásos tűzoltók parancsnokság szerkezetében, alárendeltségében, és egy integrált feladat végrehajtásra kerül sor. Tehát a tűzoltó parancsnok nem csak tűzoltásért fog a jövőben felelni, hanem a polgári védelmi feladatokért is, és így a helyi védelmi bizottság elnökével, illetve a települések polgármesterével, akik békéidőben felelősek ezekért a polgári védelmi feladatokért, szoros együttműködés kell, hogy kialakítson.